Idén is részt vett a Kecskeméti Naima János Egyetem az Edukáció Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon. Az intézmény január 9-től 11-ig egy 90 négyzetméteres standon mutatkozott be duális partnereivel és Kecskemét megyei jogú várossal. A témával kapcsolatban mai vendégünk dr. Fülöp Tamás, a Naima János Egyetem rektora. Jó estét kívánok! Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét, és köszöntöm a nézőket én is. Kezdjük talán egy kis élménybeszámolóval. Milyen tapasztalatokkal tértek haza Kecskemétre erről a szakkiállításról? Nagyon pozitív élményekkel. Ugye 5. alkalom, amikor az egyetem részt vesz ezen a nemzetközi felsőoktatási szakkiállításon. Ez egyébként a 20. kiállítás volt az idei évben, és úgy gondolom, hogy nagyon komoly eredményekkel és nagyon komoly pozitív tapasztalatokkal térhettünk vissza. Az előző évekhez képest is növekedett az érdeklődés, nem csak a kiállítás iránt, de a Naima János Egyetem iránt is, ami beigazolta azt a munkát, amit az elmúlt időszakban végeztünk. Miért fontos az, hogy az egyetem részt vesz évről évre ezen a szakkiállításon? Szinte valamennyi felsőoktatási intézmény képviselteti magát ezen a hatalmas rendezvényen. Én úgy gondolom, hogy ha szeretnénk minél jobban eljuttatni azokat az információkat a középiskolásokhoz, hogy milyen képzéseket kínálunk, milyen lehetőségeket kínálunk hallgatóink számára, akkor ez a jelenlét ez meghatározó, és ugye a várossal, a Mercedes-szel, duális partnereinkkel együttműködésben egy nagyon látványos kiállítást tudtunk most ebben az évben is megvalósítani. Mennyire volt nagy az érdeklődés a gazdaságtudományi kar iránt, ugye ez egy novum Kecskeméten, és úgy gondolom az országban is. Igen. Növekvő az érdeklődés, ezt megerősíthetjük. A kollégák nagyon komolyan készültek, rengeteg hasznos információt tudtak átadni a jelentkezőknek ösztöndíjprogramokról, tanulmányi lehetőségekről, tehetséggondozásról, de igaz ez valamennyi karunkra, én úgy gondolom, mindenki látványos programokkal készült, nagyon izgalmas feladatokkal készültek a kollégák, és persze ott voltak a hallgatóink is, minden egyes kar képzési kínálatát a hallgatók is segítettek népszerűsíteni, ők talán még egy kicsit közvetlenebb ebből tudnak szólni a középiskolás generációkhoz. Mennyire volt egyszerű megmozdítani a hallgatókat, hogy segítsenek ennek szerencsére, a lebonyolításában? Szerencsére ez nem volt egy nehéz feladat. Mindig vannak olyan lelkiismeretes segítőkész hallgatóink, akik örömmel vesznek részt ezeken a programokon, de elég csak megnézni a városi rendezvényeket, hallgatói önkormányzatunk és természetesen a hallgatók is nagyon komoly munkával részt vesznek, segítik ezt a munkát, és tulajdonképpen magukénak érzik az egész egyetemet ilyen szempontból is. Hogyan kell elképzelni egy ilyen szakkiállítást? Hogyan helyezkedett el a standjuk? Ugye a társkiállítók is említette, igen, hogy ott voltak, illetve milyen programok voltak még ezen a rendezvényen? Nagyon komoly előkészületek előzik meg természetesen, több hónapos előkészítő munka egy ilyen kiállításon való részvételt. A mi 90 négyzetméteres standunknak az volt az üzenete, hogy egyrészt szimbolizálni szerettük volna azt a gazdag képzési kínálatot, amivel a karaink rendelkeznek, másrészt pedig átjárhatóvá tettük, hogy a hallgatók tudjanak minden egyes szegmensben valamilyen hasznos információhoz jutni. Természetesen be lehetett ülni a Mercedesnek a legújabb típusú autójába. Ott volt a GANF műszaki informatikai kar Kenji Motor Racing Team csapata, ők bemutatták az elektromos hajtású járművüket, a különböző karok, illetve képzési formák pedig más-más módon mutatkoztak be. Nagyon komoly költségvonzata is van természetesen egy ilyen részvételnek, de úgy gondolom, hogy hallgatói létszámban, illetve az intézmény ismertségének a növelésében ennek nagyon komoly szerepe van. Tehát elmondhatjuk, hogy népszerű volt a Kecskeméti stand. Így van. Idén is. Népszerű volt a Kecskeméti stand. Ez egyébként egy nagyon jelentős monstre kiállítás és rendezvény. Több tízezer középiskolás, illetve hallgató fordul meg a 3 nap folyamán. Elég jelentős az érdeklődés, tehát vannak olyan pillanatai a kiállításnak, amikor szinte lépni nem lehet a tömegtől, de nyilván igyekszünk minél jobban megszólítani azokat az érdeklődőket, akik az egyetemünk iránt mutatnak valamilyen érdeklődést, és természetesen sok egyéb kapcsolódó rendezvény is van, hiszen egy komoly megnyitóval, miniszteri köszöntővel indul a program, az oktatási hivatalnak a vezetője is részt vesz ezen a rendezvényen. Ott vannak természetesen a felvételi tájékoztatóval kapcsolatos alapinformációk, hogyan lehet bejutni a felsőoktatásba, milyen a pontszámításnak a módszere. Ezeket a hasznos információkat is el lehet érni itt közvetlenül ezen a rendezvényen, de ezekről természetesen mi a nyílt napjainkon, honlapjainkon és minden kommunikációs felületen is tájékoztatjuk a jelentkezőket. És hát közeleg a nyílt nap időpontja, szerdán kerül sor a Naima János Egyetem nyílt napjára. Meséljen egy kicsit erről, hogy mivel készülnek.
január 15-én szerdán kerül megrendezésre a második nyílt napunk. Ez már a második, tehát szépen felépítettük azt a beiskolázási kampányt, aminek most már a finiséhez értünk. Ugye február 15-e a jelentkezések leadási határideje. Valamennyi karunk a saját telephelyén nagyon komoly rendezvényekkel, nagyon komoly programokkal várja a hallgatók, a leendő hallgatókat, a középiskolásokat. Értve ez alatt természetesen azt, hogy olyan alapinformációkról tájékoztatjuk őket, hogy milyen módon lehet a pontokat kiszámolni, hogyan lehet a felsőoktatásba bejutni, elmondjuk nekik, hogy Kecskeméten milyen ösztöndíjakkal, milyen lehetőségekkel várjuk, milyen képzési sajátosságaink vannak, megpróbáljuk azt az üzenetet megfogalmazni valamennyi karunk, hogy érdemes bennünket választani, nem csak azért, mert nagyon felkészült oktatókkal és nagyon komoly szakmai stábbal várjuk a leendő hallgatóinkat, hanem azért is, mert úgy gondolom, hogy egy olyan légkört, egy olyan közösséget tudunk biztosítani számukra, amely egyedülálló és versenyképes más nagy egyetemekkel szemben is. Reméljük, hogy a nyílt nap is nagyon népszerű lesz majd, és sokan ellátogatnak. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen én is.